Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hun, a mai videóban pedig az új Grand Theft Auto Definitive Editionről lesz szó. Három játék egy csomagban, egy új játéknyi pénzért. Több mint 20.000 forintba kerül ez a kiadás, most PlayStation 5 konzolról beszélünk, amin én megnéztem a játékot. Nem tudom, srácok. Egyértelműen egy komoly kollekcióról van szó. Nosztalgikus, meghatározó, tényleg három teljes játékot kapsz. De milyen áron? És ez a kérdés itt. Tehát megjelent, végre itt van, voltak már pár hónapja pletykák, hype vonatra mindenki, köztük én is felültem, hogy emiatt nincsen olyan támogatottság, lassan reagálnak az e-mailekre a Rockstarnál, mert hogy mindenki ezen dolgozik most, már 2 éve a Grove Street Studio ezt nyomatja, ezt fejleszti, hogy végre itt legyen az új 20. évfordulós kiadás, időben megjelenjen, minden 4K-s, tehát az összes textúra, akár emberekkel, akár robotokkal, de hogy így valahogy mesterségesen, de felhúzva 4K-ra, az a lényeg. Úgyhogy elvileg ennek is bittang brutál jól kell kinéznie. Hát nézzük is akkor. El is kezdtem játszani GTA 3 időrendi sorrendbe haladtam, ahogy az kell természetesen. Járunk itt a 2000-es évek legelején. Grand Theft Auto 3, ahogy már mondtam. Hát azért van egyből kivetni való. Borzalmas, ahogy így az egész meg van csinálva, nekem ez így egyáltalán nem jön át, alig nyúltak hozzá, itt ugye már egyből volt a fejlesztők részéről egyébként ilyen kis szövegelés, hogy nagyon nehéz volt az eredeti fájlokhoz átnyúlni. Eleve ezt a régi játékot Unreal 4-es engine-re, tehát a most használt legdivatosabb, legmodernebb játékmotorra ezt átpakolni, iszonyatosan nehéz volt. Viszont ez jött ki belőle, az autó, meg a textúrák tényleg úgy meglettek csinálva, az időjárási effektek borzalmasak, az emberek ilyen gyurmaszerűek, tehát én nem látom azt, hogy tényleg ilyen nagyon király HD 4K-s izé emberkék lennének, hanem olyan minden olyan gyurmaszerű, az arcuk is olyan baltával faragott lett, míg régen nem jött ez át annyira nekem, illetve a város elemein is ott lett fejlesztés, ahol a küldetések vannak. Ha kimegyünk egy olyan városrészre, ami már nem tartozik bele úgy a küldetések vonzatába, tehát ott nem fog valami nagy esemény történni, akár csak gondolok itt egy hajódokkolóra, vagy valamilyen háznak a része, ahol mondjuk nem fogunk járni a sztori folyamán, akkor az már nem is néz ki hirtelen annyira jól. Úszni továbbra se tudunk, ezt sokan kérték, hogy oldják meg, akár csináljanak láthatatlan falat, hogy ne lehessen kiúszni a világból, mindegy, csak oldják meg, hogy valami úszás legyen, ne kell már azért meghalni, mert véletlenül a tengerparton picit belecsúszott egy kicsit a kocsinak a két kereke, és már egyből halál, vége, kész, ennyi volt. Nem történt ez meg. Nem történt ez meg, úgyhogy nem. Igazából bugjavítás se történt, ami még szomorúbb az egészben. Ugyanazok a hibák, ha felmegyünk egy ilyen nagyobb toronyháznak a tetejére, ugyanúgy láthatatlanul sétálhatunk rajta, tehát ez ki is lehet próbálni repülővel, helikopterrel fel lehet jutni azért az ilyen toronyházaknak a legmagasabb szintjére, és semmi. Tehát a levegőbe sétálás történik ott, autók pörögnek, minden, és itt is a kifogás, ezzel van az egyetlen bajom, hogy megint mondták a fejlesztők, ez azért van, ez a mi érdekünk, hogy a játékosok ugyanazt az élményt kapják vissza, ami anno volt 2001-ben. Ez nagyon szuper, nagyon aranyosak, csak mondjuk ki lehetett volna egészíteni ezt az egész élményátadást egy kis plusszal, ami a Definitive Edition egyébként meghatározza más játékok esetében is, hogy kapsz egy kis extrát, egy kis pluszt, nem mindig teljesen megváltozott történetszál, meg újraírt autók, meg akár egy új nézet, tehát én nem ilyenre gondoltam, hogy hirtelen belső nézetet akarok minden kocsiba, csak tényleg ilyen finom hangolások lehetek volna, minimum a bugok terén. Na mindegy, a másik ilyen, az már ugye a Vice City, tehát tovább megyünk, utazunk egy évet, megjelenik a GTA Vice City, és ott is igazából, ott már a fények, na jó, azok kijönnek, a fények nagyon szépek, főleg este, ez a Vice City-s hangulat, ez óriási, ez átjön, viszont grandiózus újítás itt sincsen, tehát ebből is kimaradunk,
nem néz ki rosszul a játék, itt már egy fokkal jobb egyébként, főleg, hogy már tudunk motorozni is, tehát nem jön ki annyira sok butaság, de az úszás itt sincs meg, nagy király, óceánparti város, vizekkel, mindennel, és nem lehet továbbra se úszni. A küldetések itt viszont már azért benehezettek, tehát adott azért rendesen élményt, de ezzel nagyon sokáig elszórakoztam, mire sikerült kivinni, de Atom király volt a Vice City, mindig is nagyon szerettem, és jó volt. Ez semmilyen szinten nem a Definitive Editionnek köszönhető, tehát olyan újítást, ami miatt azt mondom, hogy a GTA Vice City sokkal jobb lett, olyat nem kapunk, ugyanolyan jó volt régen is. És ez a feeling jár át így az egész teszt során, meg az egész játszás során is, hogy igazából, hogyha én most elkezdtem volna vagy PC-re elővenni a régi lemezes változatot, valahonnan keríteni a gépembe egy lemezolvasót, mert már olyan sincsen egyébként a gépembe, na mindegy, vagy szerválni PS2-t, esetleg régi Xboxot, ugyanezt a feelinget kapjuk vissza, ugyanez a hangulat, küldetés, autók, zenék, akár több zene is, mert ugye ki kellett venni zenéket, hiszen lejárt róla a licensz, nem lehet már alkalmazni. Szóval, na mindegy, inkább csak a probléma van, én azt látom, de maga a játék persze az teljesen tökéletes volt a maga hangulatában. Majd utána jött az Ultimate, a nagy gépágyú a fegyverarzenálba, a GTA San Andreas, amivel a legtöbb időt töltöttem el, hülyére modoltam én is, és most igazából ezt kapjuk meg, kizárólag látványterén. Tehát a modolást azt úgy értem, hogy megkapjuk a modolt GTA-t, hogy látványban olyan, mintha valami 20 darab ilyen HD 4K textúra pak rá lenne építve a játékra, annyi különbséggel, hogy nem dob exeibát állandóan, csak úgy napi egyszer, mert azért volt, még PS5-ön is összeomlások, PC-n hagyjuk is, ott még több, legalábbis az elmondások szerint, én maradtam a konzolos változatnál, de egyébként itt is azt mondom, hogy itt már tettek bele energiát, tehát itt a kocsik is nagyon szépen tükröződnek, a fényefektek nagyon rendben vannak, ahogy megy le a nap, kell fel, árnyékok, ezek mind szépek, csak kevésnek érzem. Nagyon-nagyon sok pénzt elkérnek, ezért több mint 20 000 forintért zsíró játékot kapunk. Most fejlesztettek le, mostani architektúra, technológia, textúrák, minden. Ez meg igazából egy rókabőr lehúzás, vagy lehetett volna egy olyan megoldás, hogy a rajongóknak kedvezünk, hogy mekkora zsírkirály, hogy újra játszhatok az új konzolokon, új PC-ken, mindenféle probléma nélkül, ami ugye nem teljesedett be, mert PC-n meg igenis probléma volt már a Rockstar Launcher-nak az elindítása is, na de ebben ne is menjünk bele. Szóval az lett volna a cél, hogy problémamentesen tudjunk játszani, és szépen kinéző, akár 4K textúrás GTA élményt kapjunk. Ez nem történik így meg ebben a formában. Ez így meg is van, de szigorúan ennyi, és semmi több. És ez az, ami szerintem a rajongóknak nem tetszett, hogy a pénz az több, az le kell húzni, az nagyon durva mennyiségben kell a Rockstarnak a pénz a GTA 6, vagy nem tudom milyen játékoknak a fejlesztésére, alkalmazottak kifizetésére, kokainra, és viszont ezért cserébe a rajongók, akik ki is fizetik, mert nagyon-nagyon sokan kifizették ezt a pénzt, verik a kasszákat, hogy kérik vissza, mert nem kapták azt a pluszt, azt az élményt, nem kapták meg az alap San Andreas 3 vagy a Vice City-hez képest, ugye a három játékhoz képest, nem kaptak annyi extra dolgot, ami miatt ez megérheti, és én ezt teljesen megértem. És itt a probléma, a pénzem van megint a gond egyébként, attól függetlenül is, hogy kevés a fejlesztés, mert vagy akkor sok pénzt elkérnek, és akkor Atom, tehát olyan, hogy dőlünk le a székről, és esik le az állunk, kaparjuk össze a testrészeinket, mert annyira szétestünk, annyira király a játék. Vagy lett volna az, hogy mondjuk 10 000 forint az egész pak, az összes platformon, és akkor mondjuk nincsen háborgás, hanem elfogadjuk, ez egy ilyen kollekció felújított textúrákkal, és ezt elmondja, mert nem így közölte le a Rockstar. Az a baj az egészben, hogy nézzétek a képeket, nézzétek a videókat, nagyon király, de ahogy százszor elmondtam, Ez nem az a plusz, amit szerintem elvártak volna a rajongók. Én csalódottnak nem nevezném magam, mert igazából ez nem arról szól, hogy én most mekkorát csalódtam, vagy nem, mert én is többet vártam, de mondom, maga az élmény, ez frankó, tehát a játékok ütnek,
azok rendben vannak, és játszható, és hangulatos, és lehet, hogy nyomhatunk akár egy videót. Szívesen bemutatnám nektek, ahogy a San Andreas legnagyobb hegyére felmászok, és ott körülnézünk, mert hogy már nincsen, szinte nincsen látóhatár, nincs olyan beállítási opció, hogy látóhatár, mert minek? Mert mindent látunk az utolsó hangyaszemig a legtávolabbi pontokig. Három város, San Fierro, Las Venturas, Los Santos, egybe látjuk az egészet akkor a látómező, úgyhogy határa ennek már nincs is igazából. Ezt szívesen megmutatnám nektek, úgyhogy lehet, hogy még én is fogok bele a tartalmat készíteni, illetve a Playdom-nak nagyon köszönöm a játékot, ott a bővebb, részletesebb, kicsit összeszedettebb megfogalmazást láthattok, ott a cikk, olvassátok el, tanúságos, ha érdekel az egész játék, akkor azt azért tényleg részletesebben kifejtem. Nézzetek rá, ott a link a leírásban, köszönöm nekik a játékot, ők biztosították a videóhoz is. Úgyhogy nekem ez a rövid tömör véleményem, hogy azért szerintem a rajongók ennél többet érdemeltek volna, de ha nem többet, akkor nem ilyen borsos árcédulát. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, legközelebb találkozunk, és ha van kedvetek, akkor elővehetjük egyébként. Megmutatom nektek gameplay formájában is, hogy milyen lett. Sziasztok!